Harmadik éve már, hogy a Széchenyi Pékségben megvásárolható Dunaújváros kenyere, amelynek megvásárlásával a vevő 50 forinttal hozzájárul egy-egy kijelölt intézmény, szervezet vagy magánszemély támogatásához. Legutóbb januárban a Móricz Zsigmond Általános Iskola kapta a támogatást, most pedig a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület elnökasszonya Kovács Pálné vehette át az elmúlt negyed év során összegyűlt összeget. Elmondta, a pénzt arra fogják fordítani, hogy a gondozottak minél több helyet láthassanak és változatos programokon vehessenek részt. Van helye a pénzünknek, az az igazság. Sajnos a programjainkra a pályázati források nem úgy jönnek be az idén, ahogy terveztük, ezért ebből a pénzből fogjuk kiegészíteni a hiányzó összeget, úgy, mint a Parázs-Varázs után következő gyereknapon a esélyegyenlőségi programunk összegét, amit azért kaptunk mi a Turinfonttól 300 ezer forint támogatást, azt egészítjük még ki belőle, illetve 20. alkalommal kerül már megrendezésre a nemzetközi Ez vagyok én kiállításunk a Rudas iskolába ősszel. Erre nem sikerült olyan megfelelő pályázati forrást szereznünk, úgyhogy ebből a pénzből fogjuk kiegészíteni a hiányzó összeget. Ezeken a felvételeken a Péküzem belsős képei láthatóak, ahol többek között a hatalmas népszerűségnek örvendő Dunaújváros kenyerét is készítik. Nem véletlen tehát, hogy a közkedvelt termék köré egy jótékonysági akció is épült. Lisák Kálmán, a Széchenyi Sütőipari Kft. Ügyvezető igazgatója szívügyének tekinti az egészség megőrzését. Ebben elmondása szerint kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon a mindennapi megfelelő étkezés. Megfelelő mennyiségű és minőségű étel beszerzése, ami sajnos még mindig sok embernek nehézséget okoz. A Széchenyi Kft.-nek és a pékségünknek van egy egészségvédő programja, ezt mindig hangsúlyozom. Nekem plusz öröm, hogyha közvetlenül csatolható ugye, az egészségügyi programunkhoz is valamelyik termékfejlesztésünk, vagy akár a Dunaújváros kenyere, vagy akár a támogatottnak a megjelölése, és úgy gondolom, hogy valamilyen síkon általában csatlakoztatható. Cserna Gábor polgármester hivatalosan is bejelentette a következő kedvezményezett nevét, amely rendhagyó módon most egy felekezet lesz. A hídgyülekezete 2 éve kereste fel Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzatát, hogy az ételosztások helyét biztosítsák számukra, hiszen a szervezet az év minden hónapjában nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rászorulóknak segítséget nyújtson, akár étel, akár egyéb eszközök, mint például meleg ruha vagy a gyermekeknek játékok tekintetében. Az elmúlt alkalomoknál 300 adag meleg ételt tudtunk kiosztani, a ruhaosztásnál azt hiszem, hogy pontos számon teljesen 1 tonna körüli ruha az, ami válogatásra került, és az el tudták vinni. Gyermekek nagyon örültek annak, hogy játékokat kaptak. Ez különösen öröm volt a számunkra, mivel célzottan az önkormányzat segítségével tudtuk ezt véghez vinni, hogy a családsegítő központ kiértesítette őket levélben, és tényleg a gyermekek tudtak venni, és játékokat válogattak, csokoládét kaptak. A gyülekezetnek a tagjai nagyon felbuzdultak ezen, hogy ilyen módon is látják, hogy van értelme a munkájuknak, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel, időt, munkát, pénzt nem kimélve szeretnék ezt folytatni az elkövetkezendő időben, és ez a támogatás ez szintén erre fog fordítódni, meleg étel, ruha és egyéb közvetlen tevékenységre. Az elmúlt negyed évben tehát 453.050 forintot gyűjtöttek a dunaújvárosiak azzal, hogy Dunaújváros kenyerét vásárolták meg a Széchenyi pékségekben. Ezt az összeget pótolta ki Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzatának polgármestere további 46.950 forinttal, hogy végül a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület 500.000 forintnyi támogatást vehessen át.